A közel száz darabot számláló szekérkocsi és hintú gyűjtemény Magyarország, sőt Közép-Európa legnagyobb gyűjteménye az egykori főispáni lakás épületének udvarán Máté Szalkán. A magánkezdeményezésből indult gyűjteményt 49 évvel ezelőtt nyilvánították Szatmári Múzeum néven, Táj Múzeummá. Jelenlegi vezetője 1991 óta igazgató. Cservenyák László sokoldalú munkája elismeréseként 2022-ben a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült, és ugyanebben az évben a Debreceni Egyetem docensi kinevezését jelentő oklevelét is átvehette. Hogyha ezt az évet is végig tekintem, akkor akkor tulajdonképpen a lendület még, még mindig, mindig, nem hagy alább. Újabb lehetőségek, újabb kihívások és eredmények vannak a Szatmári Múzeum életében is. Az elmúlt két esztendő az rendkívül szangvinikus volt ugye a pandémia miatt, bezárások nyitottunk, zártunk, de mégis annak ellenére nagyon sok programunk megvalósult, folyamatban lévő projektjeink voltak, amelyeket sikerült mind-mind lezárni, felütöttük a múzeumot külsejében, a raktárainkat, tehát minden tetőtől talpig, pincétől a padlásig a Szatmári Múzeum szakmailag mindenki, mindenképpen rendben van. És nyilván ezt további tartalommal kell megtölteni, hogy ezt tettük az elmúlt 30 év során is, és mellette természetesen ugye megkaptuk a Tony Curtis kávéházat, a Szalkai Svarcázat, ami ugye egy, rendkívül multifunkciós épület, amelyben helyet kapott a, a Tony Curtis a kávéház, a villamosítás történet, illetve a, a baba kiállítás és a baba világ címmel, amely viszont nagyon sok látogatót vonz. Tehát így most már megosztanak a feladatok, még több feladat van, és hát még több látogató érkezik, hiszen híre megy ennek a új, új, létesítménynek, és így nagyon sokan látogatnak hozzánk a nyáron, rendkívül jó turista szezon volt, de már az elmúlt esztendőben is, a pandémia alatt, amikor az a nyári felszabadulás volt, és mozoghattak az emberek, tervezett belföldön, óriási látogatószám növekedés volt. Tehát öröm számunk hogy megismerik a magyar emberek újra a vidéket. Ez pedig már az első Adolf Cukor Filmfesztivál Máté az új Cukor Adolf Filmszínházban, amelyre 19 országból, több mint száz filmmel neveztek. A háromnapos fesztivál keretében ebből 65-öt mutattak be a filmrajongók legnagyobb örömére. A Föld napjáról és Tony Körti születésnapjáról idén is megemlékeztek. Ezt követte a Múzeumok Éjszakája két jelentős kiállítással, melyek közül Tóth Lívia textil kiállítása Bécsből érkezett, mellette pedig Bánhegyi András a 12 éves csodagyerek festményeiből nyílt tárlat. Augusztus elején a város születésnapját ünnepelték, aztán jött az Adolf Cukorm Filmfesztivál, a Fényes Napok, végül a Márton napi vigassággal elbúcsúztatták az őszt. Emellett számos tudományos konferenciát is szerveztek a Debreceni Egyetemmel közösen. A múzeum igazgató azt mondta, a megemelkedett gázárakra már évtizedekkel ezelőtt felkészültek, amikor megépítették Tóth Béla, Máté Szalkai mester cserépkályha költeményeit. Mi nem zárunk be, hiszen szerencse, hogy mögöttem lévő cserépkája is bizonyítja azt, hogy, hogy a gázfázist mi ki tudjuk váltani, és így nagyon kellemes ebbe a régi főispáni épületben kiváló kályha meleget érzünk, és nagyon, nagyon egyszerűbb így is csökkenek a, a költségeink. Ezen kívül természetesen a médiában is nagyon sok szereplést volt a, a Hazahúzó vagy a csillagjárónak a talksójában, illetve a Hazahúzónak a Máté szalkát bemutató adásában is. Megint hír tudtunk adni Máté szalkáról, és hát bárhol járok országban, világban mindig Máté Szalkáról szól. Más nagyon két fontos megjelent mű, egyik egy gyönyörű Máté Szalkát bemutató képes album, amit én szerkesztettem, Olivér fiamnak a, a fotóival, illetve egy virtuális túrát készítettünk, korábban is már volt a múzeumnak egy virtuális túrája, de most mivel új attrakciók vannak, megújult a város, a közintézmények, a közműdési intézmények, és egy varázslatos virtuális túrával lehet bejárni, akár telefonról is, számítógépről, Mátészak útszáit, intézményét, akár ezt a szobát is, amiben most vagyunk. Cservenyák László és csapata 2023-ra is számos programmal számol, illetve több izgalmas tárlatot tervez bemutatni a nemzetközi és a hazai kínálatból.